Életének 74. évében elhunyt Vekhov Károly történész, volt egyetemi oktató és parlamenti képviselő. Történészként kutatási területe a középkori intézmény és művelődés történet, a humanista eszmék erdélyi térhódítása volt. Önálló kötetben mutatta be a székelyek középkori társadalmi, jogi és hadi szervezetét, a kolozsvári egyháziak humanista törekvéseit. Kutatta a kommunista korszak politikai pereit, különös tekintettel a magyar egyházak megsemmisítésére irányuló koncepciós perekre, Márton Áron és Szoboszlai perek. A rendszerváltás után aktív politikai szerepet vállalt az RMDS-ben, több évig volt a kolozsvári és a Kolozs megyei közgyűlés tagja, majd 2000-2004 között parlamenti képviselő a bukaresti törvényhozásban. Vekhov Károly életében a történettudomány és a közéleti szereplés, a kutatás és az erdélyi magyar közösség érdekvédelmi harcában való részvétel szervesen kiegészítették egymást. A magyar történelem tanulmányozásából levont következtetéseit a közéletben parlamenti képviselőként is felvállalta. Egyike volt azoknak, akik 2004-ben elsőként nyújtották be a román parlamentben Székelyföld területi autonómia statutumának tervezetét. Életművét jelentős számú önálló és gyűjteményes kötet őrzi. Nyugodjon békében!